стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров. Véget ért a béketárgyalások második фордулója az ukrán és orosz делегаció között. A felek egy humanitárius folyosó kialakításában egyeztek meg, melyen keresztül a civilek elhagyhatják a háború sújtotta területeket, jelentette be Mihajlo Podolyák, az elnöki hivatal tanácsadója. A mentőakció idejére a felek garantálták a tűzszünetet. Egyben megállapodtak abban, hogy rövid időn belül folytatják a tárgyalásokat. Az orosz megszálló erők kapcsolattartási lehetőség és információ nélkül akarják hagyni az ukrán lakosságot. Ezért országszerte támadásokat intéznek a tévétornyok ellen, ami miatt adászavar léphet fel. Ugyanakkor a mobilhálózat és a mobil internet kapcsolat gyakorlatilag Ukrajna egész területén hozzáférhető. Ezért az ukrán hatóságok démentes internetes rádiót indítottak az ország teljes területén. Ez azt jelenti, amennyiben valakinek nincs feltöltve az egyenlege, akkor is hallgathatja a rádióadást. Az ukrán nemzeti rádióadást a radioplayer.ua-n lehet elérni. A szakemberek egy alkalmazást is kidolgoztak a rádió mobil eszközökön történő hallgatásának megkönnyítése céljából. A hadiállapot idejére kormányrendelet szabályozza az ukrán útlevél érvényességének meghosszabbítására, illetve a gyermek adatainak bevitelére vonatkozó eljárást. A dokumentumnak megfelelően az ukrán állampolgárok útlevelét 5 évre hosszabbítják meg, valamint egyszerűsítették az adatbevitelt. Azok, akik azzal a kéréssel fordulnak hozzánk, hogy lejárt az útlevelük, vagy a gyermekeiknek nincsenek irataik, mi minden útlevél érvényességét, függetlenül attól, hogy az biometrikus vagy sem, 5 évre meghosszabbítjuk. Amennyiben valakinek gyermeke született, és még nem töltötte be a 18. életévét, és amennyiben a szülő rendelkezik a gyermek fényképével, akkor mi beragasztjuk a szülő útlevelébe, lepecsételjük és hitelesítjük, és ezek az iratok érvényesnek minősülnek határátlépéskor. Ehhez szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára. Amennyiben a szülő nem rendelkezik ezzel a dokumentummal, akkor felkeresheti a polgári jogi aktusok nyilvántartási hivatalát, ahol igényelhetnek egy kivonatot, amely alapján mi még aznap beragasztjuk a gyermek fényképét az egyik szülő okmányába, és kiadjuk azt, hogy az emberek el tudják hagyni Ukrajnát. A gyermek adatainak útlevélbe való beviteléhez, a szülő útlevelére, az adatbevitelre vonatkozó kérelemre, valamint 2 darab 3,5x4,5 cm-es a gyermekről készült fényképre van szükség. Ukrajnát személyi igazolvánnyal elhagyó ukrán állampolgárok azon ország ukrán külképviseletén igényelhetnek útlevelet, ahová megérkeztek. Határozottan állíthatom, a szlovák és magyar oldalon fogadópontokat állítottak fel az állampolgáraink fogadására. Elsősegélyben részesítik őket, étkeztetik, autóbuszokkal szállítják a szálláshelyekre. Ezt követően határozzák meg az ideiglenes tartózkodási helyüket. Jelenleg azon dolgozunk, hogy tisztázzuk, hogyan igényelhetik a menekült státuszt, és hogy ez milyen támogatást jelent nekik a befogadó országokban, mint Magyarország, Szlovákia vagy azokban az országokban, ahová megérkeznek. Az orosz agresszió következtében hatalmas menekült hullám indult el Ukrajna háború sújtotta vidékeiről. Eddig több mint 60 ezer bajba jutott ember érkezett Kárpátaljára. Megsegítésükre megyeszerte menekült szállókat hoztak létre. A beregszánszi járásban is kiépült a rendszer, minden kistérségben működnek a menekült szállók. Mi elég jól felkészültünk a menekültek fogadására, tehát minden kistérségben ki vannak építve az az infrastruktúra, hogy tudjunk menekülteket fogadni. Ezek főleg óvodák, tehát olyan épületek, ahol még van fűtés, iskolák, ugye körülbelül 6000 helyet tudunk biztosítani a menekülteknek. Egyelőre még a regisztrált menekülteknek a száma körülbelül 800, de ez minden nap változik. De nyilván a menekülteknek a száma több tízszerese lehet ennek, mert egyelőre nincs információnk, hogy a privát szektorban hány ember van elhelyezve.
Itt ugye értem ez alatt a hotelokat, motelokat, most már várjuk azokat az embereket, akik majd vonatokon érkeznek. Ott is meg kell szervezni a logisztikát, ugye mondjuk úgy, hogy széthordani őket kistérségenként, és elhelyezni őket. Nagyon sok a gyermek, emiatt kérjük is a adománygyűjtőket, úgy rakják össze a segélyszállítmányt, hogy ott legyenek gyerek dolgok is, gyerek ételek is. Nem beszélve arról, hogy talán most a napokban a legégető problémánk ez a liszt. A liszt és az élesztő. Én ezt is kérem minden felajánlótól, mert a pékségekben maximum 2-3 napra maradt liszttartalék, és vissza is jeleztek, hogy most maximálisan ráállnak ennek a gyűjtésére. A nagybégányi kistérségben 350 embernek tudnak egyszerre szállást és ellátást biztosítani az óvodákban, valamint az iskolákban kialakított átmeneti szállókban. Ezeken a helyeken ugye nem voltak szálláshelyek, a matracokat, az ágyakat úgy hordtuk össze a helyi lakosoktól, kértük a segítségüket, és így alakítottuk ki ezeket a helyeket. Arányosan így vannak elosztva a településeken, minden egyes óvodában és iskolában. A nagybégányi óvoda ugye ez van legközelebb a községi tanácshoz, és bizony sokan éjszaka érkeznek, azokat itt a legkönnyebben tudjuk elhelyezni. Itt 20 embernek tudunk helyet adni. Sokan egy éjszakára maradnak a hosszú út után, aztán mennek tovább a határon, de vannak, akik napokig családok itt laknak, akiknek nincsen hová menniük. Ide a helyi vállalkozók, a helyi családok, magyar családok hordták össze azt az élelmiszert, azokat a matracokat, ágybeliket, mindent, amivel tudjuk biztosítani az ők itt létjüket. Minden nap ugye megkérdezik tőlük, hogy mire van szükségük, hogy mire, hát amit mondanak, az mindent, tehát az élelmiszert, a pelenkát a gyereknek, hogyha olyan van velek, tehát a takarókat, a párnákat, azt még eddig mindent a helyiek biztosítottak. Szvitlána 9 éves fiával március 1-én érkezett a nagybégányi óvodában kialakított menekültszállásra. Azt mondja, hogy a helyiek mindennel ellátják, amire szükségük van. Ennek a magyar falunak a lakosai igyekeznek ukránul beszélni velünk, és mélyen együtt éreznek velünk. Fél Ukrajnán keresztül kellett átutaznunk, mire ideértünk. Mindenhol segítettek bennünket, és itt mindent megkapunk, amire szükségünk van. Mi Borodyánkából jöttünk. A házunkat is lerombolták. Az ott élőknek nem maradt tető a fejük felett. Nekünk itt többet adnak, mint amennyit mi kérhetnénk. Meleg van. Állandóan kérdezik, mire van szükségünk, miben segíthetnek. Annyi ételt kapunk, hogy meg sem bírjuk enni. Kimondhatatlanul hálásak vagyunk ezeknek az embereknek. Mi приїхали з чоловіком до він мене вивіз точніше з Києва. Engem a férjem kihozott Kijevből, amikor elkezdték bombázni a várost. Másfél napi utazás után érkeztem Zsidovóba, aztán ide, a kutyánkkal. Ennyi maradt nekünk. Itt biztonságban érzem magam. Itt nagyon jó emberek élnek. Egyáltalán Nyugat-Ukrajnában nagyon sok segítőkész ember él. Tető van a fejünk fölött, meleg van, teljes ellátást kapunk. Emellett az óvónők minden nap megkérdezik, mire van szükségünk. Kérték, hogy állítsunk össze egy listát. Nekem is mindenem megvan. Nem kérek semmit. Az lenne a legfontosabb, hogy a háború minél hamarabb véget érjen, és viszont láthassuk a szeretteinket, a férjeinket. Elvesztettük velük a kapcsolatot, de remélem, hogy hamarosan találkozunk. A humanitárius katasztrófa enyhítésére sok segélyszállítmányt indítottak útnak különböző országokból. Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően a menekült szállók ellátása is könnyebbé válik. Ezért a KMKS egyik kiemelt feladatának tekinti azt, hogy elősegítse a humanitárius segélyszállítmányok gördülékeny beérkezését az országba. Amikor kitört a háború, új helyzet állott elő, és az egyik legfontosabb feladatunknak az emberek és a közösségek informálását látjuk, hogy objektív és hiteles információhoz jussanak, úgyis rendkívül sok az álhír, a dezinformáció, az emberek könnyen kétségbe esnek, ezért állandó készenlétben vagyunk, hogy úgy mondjam, hogy
beszéljünk az alapszerti elnökeinkkel, a választmányi tagokkal, a KMKS járási elnökségével, vagy a járási frakciónkkal. Ma éppen tanácsülést tartottunk, ahol a KMKS frakció nagyon jó létszámba képviseltette magát, és hát döntöttünk fontos dolgokról, például a teritoriális védelmi egység számára újabb pénzeszközöket szavaztunk meg. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél gördülékenyebben érkezzenek azok a humanitáros segélyek hozzánk, amelyeket a szomszédos országok vagy a szomszédos országban élő magyar kisebbségek szerveznek a kárpátalja lakosai számára, és hogy minél gördülékenyebb legyen el az út. Tehát éppen ezért a KMKS elnökségé beterjesztette is az, hogy ne egy kapus legyen a behozatali rendszer, hanem több kapuból álljon, így sokkal hamarabb is érnek célba a szállítmányok. Valamint a KMKS elnökségé úgy döntött, hogy Rezes Józsefet bízzuk meg ebben a feladattal, és hát a járásokban is megtaláltuk azokat a személyeket, akik elősegítik a községekbe érkező segélyeket, tehát hogy minél hamarabb átversék az emberek őket. Az alapszerti elnököknek pedig azt javasoltuk, hogy indítványozzák, hogy minden egyes községbe hozzanak létre stábot a beérkező segélyek elosztására, hisz gondolni kell a menekültekre, gondolni kell a helyben lakóra, akik nagyon sok helyen, tehát egyedül maradtak idős emberek vagy kisgyerekek. Mint korábban beszámoltunk róla, az egyeztetéseknek köszönhetően a meghatározott formanyomtatványok kitöltése után a segélyszállítmányok akadálytalanul érkezhetnek Ukrajnába. A Kisebbségi Jogvédő Intézet a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának támogatását élvezve minden lehetséges támogatást és segítséget megad kárpátaljai jogvédő partnereinek, azok munkatársainak és hozzátartozóinak, továbbá ingyenes jogi tanácsadást és képviseletet biztosít minden Kárpátaljáról menekülő magyar embernek. A kapcsolatfelvételhez szükséges információk a www.kji.hu honlapon találhatók, illetve a +36 20 278 88 63-as telefonszámon lehet érdeklődni a lehetőségek iránt. Vasárnap a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatot tett közzé, amelyben köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak mindazokért az erőfeszítésekért, amelyeket az ukrajnai háborús helyzetben a béke helyreállítása és a humanitárius helyzet enyhítése érdekében tesz. Nagyra értékeljük a menekültek megsegítése céljából hozott intézkedéseket, illetve a kárpátaljai lakosok és az ideérkezők megsegítését célzó felajánlásokat is áll a nyilatkozatban. A KMKS hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarok Ukrajna törvénytisztelő polgárai, akik a háború mihamarabbi befejezésében és a béke megteremtésében érdekeltek. Ezért felhívjuk valamennyi honfitársunkat, hogy megnyilvánulásaik során ezt figyelembe véve felelősségteljesen nyilatkozzanak meg, emelte ki a Kárpátaljai Magyar Érdekvédelmi Szervezet, majd hozzátette, kérjük a magyarországi pártokat, illetve politikai szereplőket, hogy a kárpátaljai magyarságot ne kezeljék kampánytémaként, és sajtó megnyilvánulásaikban legyenek tekintettel az itt élők nehéz helyzetére. Az egyszerűsített célirányos adományozási rendszer felállítása óta mintegy 70 szállítmány érkezett már a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásának segítségével a koordinálásukat igénybe vevő kistérségekhez. Számolt be stábunknak a társulás igazgatója Rezes József. Gyakorlatilag folyamatban van annak a rendszernek a felállítása, az, hogy felállt már a rendszer, azt még nehéz mondani azért, mert folyamatosan érkeznek a felajánlások, folyamatosan érkeznek az igények, ezeket próbáljuk valamilyen szinten összehangolni. A mai napra kész információ szerint már több mint 70 autóbusznyi áru érkezett be, nem áru, hanem segély érkezett be
a kistérségeinkbe. Igyekszünk segíteni azoknak a kistérségeknek, akiknek esetleg nincsen testvértelepülési kapcsolatok, vagy az, akiknek tényleg szükségük van rá, akkor ezeket a segélyeket próbáljuk úgy irányítani, hogy senki sem maradjon egyedül, és senkinek se legyen szükség arra, hogy a lakosságot, vagy bárkit kérjen arra, hogy adakozzanak azért, hogy a belső Ukrajnából ide áttelepült, idéglenesen áttelepült embereket, akiket a kistérség területén helyeztek el, hogy azokat el tudják látni. Elsődleges feladatunk most, ameddig még nincs élelmiszerhiány nekünk itt helyben, a saját részünkre, elsődleges feladatunkként azon kell gondolkozni, hogy el tudjuk látni azokat a menekült gócspontokat, azokat a belső Ukrajnából idéglenesen áttelepült embereknek az ellátását, akit a kistérségek területén helyeztünk el. Neki kell segítenünk, ugye ezt próbáljuk most első szempontból megoldani, hosszú távon pedig majd, amikor a folyamatos problémák fognak előre jönni, folyamatos igények lesznek, akkor igényeinkhez mérten koordinálva fogjuk irányítani ezeket a dolgokat, hogy tényleg ott kapják meg ezt a segélyt, és ott legyen ez felhasználásra, ahol tényleg szükség van rá, és tényleg igény van rá. A mai nap folyamán is ilyenre volt példa, át kellett egyik kistérség kisegítette a másikat, átirányítottunk oda ilyen segélyeket, ahol tényleg szükség volt rá. A társuláshoz tárolási, illetve szállítási felajánlások is érkeztek, ennek köszönhetően jobban koordinálható az, hogy minden kistérség a megfelelő módon el legyen látva. Itt elsősorban azokról a szállítmányokról van szó, akik még pár nappal ezelőtt, amikor még nem indult be még ez a rendszer, és nem láttunk át konkrétan, hogy hogyan hozhatunk át egyszerűsített folyamatban humanitárius segélyt, bármilyen segélyt Ukrajna területére, de már abban a pillanatban a szállítmányok már úton voltak az ukrán-magyar határ irányába, akkor úgy döntöttünk, hogy ezeket a határ túloldalán két raktárhelyiségben halmozzuk fel, oda van lehetőség lepakolni, és majd onnan pedig már szélirányosan ott, ahol szükség van rá, egyenesen be tudjuk hozni. A mai nap is lett egy könnyítés azzal kapcsolatban, hogy bármely szállítmányozási cég, amelyik felajánlja azt, hogy a saját buszait és a saját sofőrét, a saját gépjárművezetőjét ezeknek a segélyeknek az áthozatalára felajánlja, akkor ennek a sofőrnek, aki még hogyha hadköteles korban is van, akkor hadköteles korban is, annak a településnek, az önkormányzati vezetőnek, a polgármesternek a garancia levelére elhagyhatja az országot annyi időre, ameddig be tudja hozni, úgyhogy ezzel is egyszerűsítettük, és köszönjük ezúton is a kárpátaljai fuvarozó cégeknek, és nem csak a kárpátaljai fuvarozó cégeknek, akik felajánlották azt, hogy szimbolikus összegért, vagy pedig egyáltalán ingyen és bérmentes segítenek nekünk átjuttatni a határ túloldalán leraktározott segélyeket azokra a kistérségekbe, ahol abban célirányosan szükség van. A kistérségekhez érkező szállítmányokról a későbbiek során folyamatosan beszámolunk. A háború kirobbanása óta több tízezer bajba ütött ember érkezett vidékünkre, így minden kárpátaljai kistérségben kialakították a fogadóhelyeket. A Tisza Péter falvai kistérségben jelenleg egy óvoda és két iskola tudja fogadni a háború elől menekülőket. Oroszi József kiemelte, most az a legfontosabb feladatunk, hogy segítsük az ideérkezőket. A magyarországi testvértelepülések és a helyi lakosok részéről is nagy összefogás tapasztalható, mondta a polgármester. Legfontosabb az, hogy a pánikot úgymond egy kicsit lecsillapítjuk, mert nagyon sokan úgy vannak, hogy mindenki menekül, tudjuk mindannyian, hogy azért valóban, mikor halljuk azt, bombáznak minket ez a rossz hírekkel, akkor mindenki azt gondolja, hogy menekülnie kell rögtön. Én mindenkit arra intenék, hogy ne pánikoljunk, higgadtan viselkedjünk, és az már az egyik nyereség, ha ezt meg tudjuk tenni, és mindenképp inkább azzal legyünk elfoglalva, hogy tudunk segíteni másokon. Mert valóban úgy van, az első hullám már megvolt a hétvégén, de most várható a második hullám, akiket tényleg el kell szállásoljunk, meg kell őket etessük, mert valóban úgy van, azoknak nincs hova fejüket lehajtani, és tőlünk várnak segítséget. Úgyhogy akkor össze kell fogjunk mindannyian, és akkor akik ide menekülnek és menekültek, azokat valóban úgy van, hogy érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, ellátjuk őket. És reménykedjünk abban, imádkozunk azért, hogy itt nálunk ne legyenek harci események.
kapunk segélyeket testvértelepüléseink, településeinktől, hál' Isten. Mi rögtön, még az első nap megadtuk az igényt, hogy milyen, mire lenne igény, hogy el tudjuk látni a menekülteket, és nagyon ott van például Törökszent Miklós, Pilis Csaba már elküldte a segélyszállítmányát, Berekfürdő, aki testvértelepülés velünk. Köszönet nekik ezért, köszönet a magyar államnak is, hogy ennyire összefogott és gyűjtést és szervezik a gyűjtést, és bizonyan minden segítségre szükségünk van. A kistérségben a csepei óvodát jelölték ki elsőként a menekültek befogadására. A szükséges előkészületek már megtörténtek. Itt elsősorban nőket és gyermekeket tudnak majd elszállásolni. A csepei óvodában 60 felnőttet tudunk fogadni, 40-50 körülbelül gyereket. De a felnőttből is csak is az asszonyokat. A matracokat, amit a felnőtteket asztat, hozták a szeretet, a polgármester úr, az Oroszi József, az rendezi nekünk a nagyokat, a kicsikkel, a gyerekek matracokkal, azt mi rendezzük itten az óvodában, nekünk van, úgyhogy azt készítettük el. Húzat, párna, minden van. Eddig nem volt szükség az óvodában való elszállásolásra, ugyanis a helyi segítőkész emberek a Kelet-Ukrajnából vagy a fővárosból érkező családoknak, rokonoknak, ismerősöknek átmeneti szállást tudtak nyújtani otthonaikban. Ahogy tudunk, mi segítünk mindenként, mivel a ukrán állampolgárok vagyunk, itt maradtunk, mert nem tudunk menni sehova. Én mindenkinek, aki csak tud jönni, tudunk segíteni. És itt maradtunk, és védjük a hazánkot, mert szerintem ez kötelességünk. Pillanatnyilag nálunk is itt vannak Kijevből egy hölgy két gyerekkel, egy 11 éves kislány és egy kisfiú. Hát sírva sírnak, de próbálok segíteni. Tegnap is megkínáltam őket ennivalóval, amin van, osztom, ahogy tudom, amennyire jut, meg ahogy fog jutni. De nagyon köszönjük, nagyon szépen köszönjük a magyar állampolgároknak is, meg a magyaroknak is, mert nézem a televíziót, és ahányszor csak belenézek, sírok, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyon sokat segít az ukrán állampolgárokon. Csepén felállítottak egy területvédelmi csapatot is, amely helyi önkéntes fiatal férfiakból áll. Éjszakánként ők felügyelik a rendet a településen. Hál' Istennek a mai nap során is még minél többen jelentkeznek, per pillanat 32-33 főről van szó, ilyen 6-8 fős csoportokról van szó, akik este 9-től reggel, na hajnali 5 óráig járőröznek. Lényegében az ötlet onnan indult még 24-e óta, hogy féltünk, hogy nehogy a betörők kihasználják a helyzetet, ugye mert sokan elmenekültek ki hová, máshová, a házak egyedül maradtak üresen, és hogy ezt megelőzzük, tehát innen jött az ötlet. 24-én, 25-én éjszaka önerővel járőröztünk, de hál' Istennek már a tegnapi éjszaka során már a csoportok mellénnyel, hivatalosan, ahogy kell, járőröztek, és így biztosítottuk, hogy a lakosok nyugodtan aludjanak, hogy minden rendben legyen. A Tiszapéterfalvai kistérség 16 településén felkészültek a menekültek fogadására, és reménykednek a konfliktus mihamarabbi békés rendezésében. A paksiak humanitárius segélyszállítmánya testvértelepülésükre Viskre az éjszakai órákban érkezett meg. A Felső-Tisza vidéken is fogadják a háború elől menekülő személyeket. A Magyarországról érkező támogatás nagy segítség a helyiek számára. Szántó Zoltán, Paks város alpolgármestere személyesen adta át az adományt. Amikor megkaptuk az első híreket arra vonatkozóan, hogy mi zajlik éppen Ukrajnában, ez a háború, és meghallottuk azt, hogy Visken is megjelentek már a menekültek Kelet-Ukrajnából, illetve Dél-Ukrajnából. Azt gondoltuk, hogy Paks lehetőségeihez mérten szeretne segíteni a viski embereknek, hogy ezeket a nehézségeket könnyebben tudják átvészelni, illetve a viskiek előtt álló kihívásokat maradéktalanul teljesíteni tudják. Ezért vettük fel a kapcsolatot Visk várossal, és érdeklődtünk, hogy mi az, amiben segíteni tudnánk. Akkor, amik elhangzottak, azokból hoztunk, amennyit most így gyorsan tudtunk. Aggregátorokat,
matracokat, párnákat, paplanokat, tartós élelmiszert és tisztálkodószereket. Jaroszláv Hajovics, Viszk polgármestere elmondta, a paksiak évtizedek óta folyamatos és jelentős segítséget nyújtanak a viski közösség számára, és ezekben a nehéz időkben is támogatják a települést. Nagy segítség ez számunkra, mert az ország különböző háború sújtotta területeiről érkeznek hozzánk emberek, akiket el kell szállásolnunk, meg kell szerveznünk az étkeztetésüket, olykor ruhaneműt is biztosítani kell számukra. Ebből adódóan nagyon sokat jelent számunkra testvértelepülésünk, Paks segítsége. Sok éves barátság köt össze minket a várossal, mindig segítőkezet nyújtanak nekünk, hálásak vagyunk nekik mindezért. Viskre közel 4000 a háború elől menekülő személy érkezett, akik egy részét családoknál helyezték el, illetve a helyi hotelekben kaphattak szállást. Magyarország az orosz agresszió kezdete óta az elsők között nyújtott segítőkezet Ukrajnának, a humanitárius segélyek szállítása folyamatos. Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A Rákóczi Főiskola felvételt hirdet az alapképzésben óvodapedagógia, tanító, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, kémia, informatika, pénzügyek, bank és biztosítás, turizmus, számvitel és adóügy, valamint magyar, ukrán, angol és német szakra. Míg a magiszteri szinten magyar, ukrán, angol, biológia, számvitel és adóügy, földrajz, történelem és régészet, matematika, tanító és oktatási intézményvezetés szakra. Az alapképzésre jelentkező idén érettségiző felvételizőknek főiskolai szakot kell választaniuk, és időben 2022. március 9-éig kell jelentkezniük a választott szaknak megfelelő külső független értékelésre. További információk a www.kmf.uz.ua honlapon.